Megtartjátok parancsaimat, mondja az Úr, megmaradtok szeretetemben. Szent János evangéliumában és leveleiben hol parancsokról van szó többes számban, hát nyilván a 10 parancsolatot jelenti, hol pedig egyetlen parancsról, ez a szeretetet jelenti. Magából a felolvasott evangéliumból is világos, hiszen azt mondja az Úr Jézus, ha megtartjátok parancsaimat többes számban, a végén meg azt mondja, ez az én parancsom, az egyetlen, hogy szeressétek egymást. Akkor most 10 van, vagy egyetlen? A törvény teljessége, írja Pál, a szeretet. A 10 parancs a bűnös ember számára azt az egyetlen tanítja, amely a szeretet. Testvéreim, pünköst felé, az utolsó vacsorán mondott szavakat olvasva, olyan magasságokba érkezünk, hogy a mindent pillantjuk meg. Mindent tudtul adtam nektek. Mi ez a minden? A szeretet. Ennek a teológiája, vagyis az, hogy a szeretet a Szent Háromságos Isten élete. És a szeretetnek az erkölcstanát is fölvázolja ezzel, Urunk, hogy hogyan tudunk a szeretet teljességére jutni. A 10 parancs a szeretetnek az útjává vált. Ma van a világ tömegtájékoztatásnak a világnapja, rádió, televízió, újság, híradás. Bizony, van miért imádkoznunk, mert a tömegtájékoztató eszközök legtöbbször azt mondják, a szeretet néha öl. Magzatot? Ellenséget? Nem tudunk nélküle élni, mondják. Bebizonyítják. A szeretet paráználkodik, sőt, az a szeretet. A szeretet, szeretetből lehet kicsit hazudni. A szeretet, szeretetből lehet lopni. A családomnak lopok. És a szeretet nem más, mint kívánkozás. Egy olyan világból jövünk a templomba, testvérek, amely totálisan ellentmond Krisztusnak. Az, hogy ti vasárnapról vasárnapra mégis kitartotok az ellenszélben. És egyre magasabbra visz bennünket Krisztus, ez annak a jele, hogy választottak vagytok. Hogy nem ti választottátok Krisztust, hanem ő választott ki titeket. Ne ölj, ne tarts haragot. Aki erőszakos, az már vétett a parancs ellen, mert a szeretet nem agresszív. A bűnös emberben benne van ez a kettőség, figyeljétek meg, még a latin költő is mondja, szeretek és gyűlölök. Márpedig Jézus azt tanítja, hogy a szeretet nem gyűlöl. Miért tud a szeretet gyűlölni? A romlott szeretet, mert birtokolni akar. És ha nem lehet megkaparintani azt a szemét, akit akarok, akkor gyűlölöm. Akkor ne is legyen. Így ez a parancs leleplez bennünket, hogy az előbbi se volt szeretet. Saul király szereti Dávidot, Izrael megmentőjét, de néha féltékeny rá. Birtokolni akarja, hatalma alá vetni, és néha oda akarja szögezni dárdájával a falhoz. Szeretet ez? Megmaradni Jézus szeretetében azt jelenti, hogy megtanulni ezt a szelídséget. Igen, de ha nem vágok vissza, hogyha nem birtokolok másokat, akkor annyit jelent, hogy ez a lelkembe feszültséget idéz elő. Ez a feszültséget hordozni annyit jelent, mint szeretni. Majd pünköskor, életünk egy pünkösdi pillanatába betölti a Szentlélek. Boldogok a szelídek, övéké lesz a föld. A parázna többszörösen is vét a szeretet ellen. Tárgyiasítja a szemét. Nem igaz az, hogy téged szeretlek, amikor ezt a parázna mondja. Nem igaz. Az idomaidat és a saját gyönyörömet szeretem. És más is behelyettesíthet.
Ez a szeretetnek a prostitúciója. És egy átlag film nem erről szól. A házasságban nem erről van szó. A házasságban személyt szereti és vállalta fel egy életre. Akár találkozhat vele, akár nem. Ezért az ő találkozásuk nem paráznaság, hanem szentség. Beteljesülés. Nem vállal föl a parázna senkit, csak magát, használja az ember. Nem tudja elviselni a szeretet sivatagát. Nem bizalomra épít, hanem biztosítékokra. Persze, aki a tiszta életet éli házasság előtt és a házasságban, annak a lelkében egy nagy vákuum keletkezik, egy űr. És akkor nem elég még a sok napi feladat? Akkor hordozzuk még ezt a belső feszültséget is? Igen. Mert boldogok a tiszta szívűek, meglátják az Istent. Ne lopj! Többről van szó itt, a birtokviszony rendezéséhez, az anyagiakhoz való viszonyhoz, és ez beavatás a szeretet misztériumában. Azt is mondja ez a parancs az új szövetségi kiteljesedésében, ne leld örömödet a dolgokban, csak a kedvedet. De örömödet soha, ne buki le a személytelen létezésbe. A szemek kívánságának kielégítése megint egyfajta üdvösség ígéretét ad. És hogyha az ember erről lemond, ez a szent szegénység. Vákum keletkezik a lelkébe. A szent szegényeknek a lelkébe ez a feszültség volt, de betöltötte azt a szent lélek. Ne tégy hamiságot, ne hazudj, az igazságot mondd. Ebben a legmélyebben arról van szó, hogy az ítéletet bízd az Istenre, és keresd az igazságot. A hazugság a gyors megoldásnak tűnik. Erről lemondani azt jelenti, megoldatlanul hagyom az életemet, mert az Isten oldja meg. Aki az igazságot mindenek fölött keresi, annak is feszültség keletkezik a lelkében. A hazug ember kielégül. Ezt a feszültséget hordozd, mert egyelül ez képesít befogadnia az igazságot. Aztán az Úr megtiltja a rossz irányba vívő vágyakozásokat is. Ne kívánt se más mezejét, se házát, se feleségét, senkiét ne kívánt. Nem csak a szeretet elleni cselekedeteket kell kerülnünk, hanem a tilos területre tévedt vágyakat is. És ez is vákuumot szül a lelkünkben. Láthatjuk tehát, testvérek, hogy mindig van alkalmunk a szeretet gyakorlására. Mi azt hiszük, hogy az a szeretet, amikor érzünk boldogságot mások iránt, ez is lehet. Szeretet a 10 parancs gyakorlás. Ez az egész megkísértett élet. Azok a nehéz idők, amelyeket alig tudunk elviselni. Mégis titokzatosan haladunk a szeretet. Ha a szeretet Istentől van, testvéreim, akkor az a világ legkegyetlenebb, kemény dolga, és a legboldogítóbb. Elsajátítani Isten belső életét. Nem gyerekjáték. De akkor itt többször, legtöbbször vákuum van, belső feszültség, szorongás. Hát akkor hol van az öröm? Hát öröm van abban, hogy tudjuk, hogy ez a szorongás a születésnek a szorongása. Higgyem a nehéz időkbe, hogy most születik bennem az Isten gyermeke. Ennél nagyobb öröm nincs, de szorongva születik meg minden szent. Nagyon szűk az az út, amely átvisz az Isten országába. Ez a halál útja, de nem a biológiai haláli, az egy más dolog, az alvás, hanem a halálunkat előbb kell megélni.
de az életre megyünk. Aztán ebben a szorongattatott állapotban bennünk hirtelen megjelenik valami békesség egy-egy percre, egy-egy fél órára, egy délelőtre. Az aranykor töredékei, a paradicsomi állapot fényei, amikor egy kegyetlenül szenvedő nagyszülő, akit elhagyott mindenki, egyedül van egy szociális otthonban, nem átkozódik, nem panaszkodik, viseli ezt a rettenetes belső vákumot, és van egy-egy olyan fél nap, egy óra, mintha megállna az idő. A szelíd napsugarak, ahogy áttörnek a fák zöldjén, az örökké valóságból hoznak neki üzenetet. Tesz, vesz, dolgozik, de átöleli valami békesség. És ez sokszor megtörténik velünk. Utána megint a fájdalom jön. De ezek a békesség töredékek, ez egyetlen örök békességből van. Míg ha kielégítjük magunkat, a vágyainkat állandóan, akkor az ennek a földnek romlandó békessége és öröme és gyönyöre, azok nem függnek össze. Legyünk figyelmesek ezekre a töredékekre. Ezekre az életünk szenvedésén egy nagyon picit átütődő világosságokra. Olyan lehet ez, mint Remete Szent Antal életében, aki bizony nagy tisztulást vállalt, egy sírboltban lakott, mindentről lemondott, hogy képes legyen a szeretetre, és hát hónapokon, éveken át küszködik, kísértések, szorongattatások, és egyszer nagy világosság árad a lelkébe, és fölkiált, hogy hol voltál, Uram Jézus? Antal, itt voltam, és gyönyörködtem benne, hogyan küzdesz, értem. Adjuk össze ezeket az életünk szenvedésén áttörő ragyogásokat. Ez összefügg. Ez a túlvilág tapasztalata itt, mert a túlvilág itt van. Isten élete bennünk van. Abból a bűnös organizmusba, szövedékbe, burjánzó tenyészetbe, ami a bűn. Ha fölvesszük ellene a harcot, ha nem lankadunk, Isten békéje áttör ezen. Aztán az ilyen lélek pontosan ebben az állapotban lesz mások számára szerethető. Az előbb említett nagymama, de bárki, aki hordozza szívében a szeretetnek ezt a vákuumát, aki nem akarja Isten hiányát és a szeretet, a tiszta szeretet hiányát betölteni hazug szeretettel, az nem tudja magáról, de olyan szép lesz. Ezt a szépséget nem szokták bemutatni a tévébe. Olyan jó lesz, és ő nem tudja, hogy jó. Olyan szelíd. Annyira hasonlít Jézusra. De ő nem élvezi saját jóságát, szépségét. Ezt a ragyogást, ezt a szelídséget nem is tud róla. Így készül elő arra, hogy majd valaki belépjen az életébe, Krisztus, és ő szeressen a szívével. Előbb ez idegen, mert az én szívem az enyém, a tied meg a tiéd, Uram. Később azonban Krisztus lesz a mi életünk. A szeretet iskolája tehát sohasem szűnik meg. Pontosan a kísértésekben, a próbatételekben, a nagyon kemény megpróbáltatásokban járjuk a szeretet útját. És ha elesnénk, megtapasztaljuk az Úr irgalmasságát. És ez is a szeretet tapasztalata, mert a Földön irgalom nélküli szeretet, kegyetlenség. Aztán lassan nekünk szóló módon halljuk Jézus szavát, hogy barátom vagy, nem vagy szolga. Mindent tudtul adtam neked. A szeretet teológiáját, hogy maga a Szent Háromság élete,
a szeretet erkölcsi útját. Barátom vagy, de vigyázz, nem úgy, mint az emberek egymásnak barátai, mert azok egymást választják. Én választottalak ki téged. Én, aki ismerlek öröktől fogva, ismerem benned, mi a jó, és ismerem bűneidet. Ezektől függetlenül választottalak ki. Azért létezel, mert kiválasztottalak. De azért is hiszel bennem, mert én magamhoz vonzottalak. Oly nagy szeretet ez, amire az emberi szív nem számít. És bizony az emberi szeretet böjtje kell ahhoz, hogy ráfanyalodjunk Krisztus szeretetére. Ez a bűnbeesett emberbe benne van. Be kell zárulni sok kiskapunak. Kivetetnek kell lenni sokszor, hogy észrevegyük, hogy valaki még jobban szeret. Sőt, minden szeretetben ő közeledik hozzánk. Magunk maradva tudjuk, hogy ő meg én. Ez a létesítő szeretet, amely a másikat is létesíti. Így minden szív királya és középpontja. Mindig a szeretetről van szó. Mert szeretet az Isten. De ez a szeretet nem csak puha, lágy, ölelő, békességet adó, boldogságot adó, hanem a bűnös embernek egy gyönyörűséges küzdelem. Vállaljuk hát egészen. Ehhez ad erőt a mai Szent Mise, különösen a Szent Áldozás. A misébe is vannak olyan pontok, amikor áttör a túlvilág. Ilyen az Úr felmutatás, ilyen az áldozás. Elég neked az én kegyelmem a jövő hétre, mondja az Úr. Indulj! Ne akarj kevesebbet szenvedni. Ne akarj kevesebbet küzdeni. Csak tudd, hogy ez a szeretet szenvedése. Ez a szeretet küzdelme. És ami szeretetből van, az pedig valahol édes és könnyű. A szeretetben nincs teher. Ha van, akkor magát a terhet szeretik. Amen.